Sziasztok, a hétvégén a szingapúri nagy díj következik, így a mai Forma 1-szer egy sprint témája nem lehet más, mint a Marina Bay Street Circuit. Vágjunk is bele! Szingapúr egy városállam Dél-Kelet-Ázsiában, Maláziától délre. Területe kb. Másfélszer akkora, mint Budapesté, lakossága viszont körülbelül 5,5 millió fő. A város déli partjának a közepén található a Marina Bay, aminek utcáin került kialakítása 2007 és 2008 közt Herman Tilke ötlete alapján a KBR iroda által megtervezett Marina Bay Street Circuit. Bár a pályán elsőnek 2008-ban rendeztek Forma 1-es futamot, mégis átesett néhány átalakításon azóta. 2013-ra megszüntették a Singapore Sling, azaz Paritja néven elhíresült sikánt a 10-es kanyarban, majd 2015-re tekertek egy kicsit a 11-12-13-as kanyarokon, 2018-ra pedig átalakították kicsit a 16-os és 17-es kanyarokat. A jelenlegi nyomvonal 5063 méter hosszú, 23 kanyarból áll, 3 DRS zónát jelöltek ki rajta 2022-re, és 61 kört kell az idei futamon teljesíteni a pilótáknak. A pálya nem túl dombos, bár ez egy kikötőtől nem is elvárható, legmélyebb pontja 17,7 méteren, legmagasabb pontja pedig 23 méteren van tengerszint szerint. A versenyben futott leggyorsabb kör Kevin Magnussen nevéhez fűződik, aki 2018-ban 1.41.905 alatt ért körbe a futamon, míg a leggyorsabb kvalifikációs kör Hamilton nevéhez fűződik, aki ugyanebben az évben 1.36.015-ös idővel szerezte meg az első rajtkockát. A legutóbbi három futam változatos eredményeket hozott. 2017-ben Vettel indulhatott az első helyről, 18-ban Hamilton, 2019-ben pedig Leclerc vághatott neki az érről a futamnak. 17-ben és 18-ban Hamilton látta meg elsőnek a kockászászlót, 2019-ben pedig Vettel köszönhette a győzelmét egy érdekes Ferrari stratégiának. Szingapúr és Magyarország közt 6 óra időeltolódás van, viszont villanyfényes futamot rendeznek, így a kvali magyar idő szerint 3-kor, a verseny pedig 2-kor veszi kezdetét. Nagyon röviden ennyit érdemes tudni a szingapúri nagydíj helyszínéről, jó szórakozást a futamhoz, na szevasztok!